Ez egy visszautasíthatatlan ajánlat volt, természetesen, mert ilyenre az ember nem mond nemet, hogy Molnár Piroskával életútinterjút készíthessen. Hányszor ültetek le beszélgetni? Hú, Piroska. Nagyon sokszor. Nagyon sokszor. Hát egy évig sokszor csináltuk. Igen. Tehát 19, nem egy évig, hanem úgy van, 19 májusában beszéltünk először, igen, és 20 igen, januárjában utoljára. És a kettő között, uh-huh, hát felkészületlen vagyok, mert tudhattam volna, hogy ezt meg fogod kérdezni, és nem számoltam meg, pedig nekem hát megvan. Hát nem akarom megtenni a lottószelvényen ezt a számot, hogy voltak éppen. Én szívesen megtenném, hát a bejött. Én egyébként nagyon szerettem, tök klasszikus volt, Piroska ült a fotelben, én pedig előtte egy zsámolyon. És a kezemben volt a telefon, és vettem a beszélgetéseket. És ott volt mellettünk az ablak, a Donáti utca, fák, jöttek, mentek az évszakok. Már az első pillanattól kezdve nagyon sokat kaptam ettől az egésztől, de éreztem magamon, hogy van bennem egy ilyen feszültség, egy ilyen megfelelési kényszer, ami hát egy ilyen helyzetnek nem tesz jót. De ezt elég hamar sikerült levetkőzni, már csak azért is, mert feketén-fehéren kiderült, hogy a Piroskával nem kell menüettet járni. Ő az, ami. Ha kérdezek valamit, akkor arra fog válaszolni, ha butaságot kérdezek, vagy rosszul teszem fel a kérdést, akkor rám fog szólni. Nem bántóan, csak megmondja, tehát nem fog udvariaskodni. Végtelenül hálás vagyok a Piroskának, hogy beengedett az életébe, természetesen csak annyira, amennyire ő akart, és pontosan annyit mondott el magáról, amennyit ő közölhetőnek gondolt, mert azt ő úgy éli az életét, hogy vannak dolgok, amelyekhez a nagy közönségnek semmi köze, és ebben neki teljesen igaza van. Nekem nagyon sokat segített az, hogy láttam, hogy van egy ember, aki pontosan tudja, hogy mit tett le az asztalra, és mégis mérhetetlen alázat van benne, és nem misztifikálja ezt a szakmát, hanem csinálja. És ez nagyon-nagyon nagy dolog, és ezért nagyon hálás vagyok neki. Azt nagyon szerettem mindig, amikor valami ügyről beszélt, ami számára fontos, és indulatba jött. Nem úgy jött indulatba, hogy elkezdett volna kiabálni, csak így láttam rajta tüzet, amitől így átfényesedett az egész mondandója, és iszonyú hiteles volt. Olyan volt ez az egy év nekem, mint egy ilyen szabad egyetem. Elvégeztem az egyéves Molnár Piroska Szabad Egyetemet.